A vendéglátó helyek teraszainak, kerthelységeinek nyitása az azt követő napon történhet meg, amikor a beoltottak száma eléri a 3,5 milliót. Így szólt a legutóbbi kormányhatározat. A hétfő reggeli adatok szerint a beoltottak száma 3.266.000 fő. Ez azt jelenti, hogy akár már szerdán beülhetünk valahova egy jó kávéra. Erre pedig gőzerővel készülnek a kávézók és éttermek tulajdonosai is. Természetesen készfertőtlenítő pontokat helyezünk ki, megpróbálunk egy új étlappal, egy QR kódos étlappal még biztonságosabb ételrendeléseket fölvenni. Mindenkinek van okostelefonja, legalábbis a betérő 99%-ának biztos. Egy QR kód segítségével be tudja hozni majd az étlapot, amely lehetővé teszi azt, hogy minél kevesebben fogdossák az étlapot. Másfél méteres távolságra helyezzük el azokat az asztalokat, amelyeket a vendégek fogadására fogunk használni, illetve a kollégák, akik a szervizben részt vennek, biztosan maszkkal fogják fogadni a vendégeket. Egy teljesen új, a klasszikustól egy picit eltérő vendéglátással készülünk, ami még a jövő zenéje, majd meglátjuk ez, hogy működik. Napi két nagy szervizzel, a két nagy szerviz között pedig csak bejelentkezéssel fogunk vendéget fogadni. Így a vendégeknek biztos helyük lesz, nem kell várniuk, és a felszolgálók sem lesznek leterhelve. Kérdéses azonban, hogy az időjárás is lehetővé teszi-e majd a teraszon való fogyasztást. Ezeken a korábbi felvételeken nem csak jó idő, zsúfoltság is volt a vendéglátósoknál. Most egy darabig még ilyet nem fogunk látni, de abban biztosak lehetünk, hogy nehéz lesz majd szabad asztalt foglalni a napokban. Ne azt keressük, amit 2019-ben kerestünk, vagy 2020 nyarán kerestünk, hanem egy a bizonyára, mindenki emlékszik erre a klasszikusnak vélt vagy mondott vendéglátásra, amikor akár egy nagyon jó egyidejű napon, mondjuk egy vasárnap délbe lehetőség szerint még a függönyön is csüngtek a vendégek, hanem egy teljesen korlátozott szabályszerű vendéglátást, amelyre inkább a biztonság és az élményszerzés lesz majd a fő kereső és a hívó szó, hát mi is megpróbálunk ennek majd megfelelni. A jogszabály szerint a teraszok, kerthelyiségek reggel 5 óra és este 9:30 között lehetnek nyitva. Az itt tartózkodó vendégeknek nem kell maszkot viselni. A védelmi intézkedések betartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni. A szabályok be nem tartása esetén a vendéglátó üzlettel szemben 100.000 forinttól 1 millió forintig terjedő bírság szabható ki, de akár a vendéglátóhely bezáratása is elrendelhető. A szabályokat be nem tartó vendéggel szemben pedig szabálysértés esetén 5000 forinttól 500.000 forintig terjedő pénzbírság is kiszabható. Olvasható a kormány.hu-n.